Nemrég volt egy videóm, melyben az otthoni testkezelőgépekről beszéltem. Ezekkel a kütyükkel állítólag megszabadulhattok a narancsbőrtől, vagy a kis zsírpárnáktól, melyek itt-ott zavarnak titeket. Aki már látta, az úgy is tudja, hogy ezek nem sokat érnek, aki pedig nem látta, annak most lelőttem a point, de azért itt meg tudjátok nézni. A mai videóban azonban olyan kezelésekről fogok beszélni, melyeknek tényleg van eredménye. Sziasztok, Tajt Ildi vagyok, kozmetikus, a Tindigo kozmetikai márka alapítója, és emellett online és személyesen is tartok bőrápolási tanácsadást. Nem vagyok elektrokozmetikus. A legtöbb elektrokozmetikus specializálódik erre, ezért én is tudok olyan elektrokozmetikust, akinek a tudása jóval nagyobb, mint az enyém ezen a területen. A mai videóban olyan kezelésekről fogok beszélni, melyeket én is kipróbáltam, így a technikai részletekbe nem fogok mélyen belemenni viszont elmesélem nektek, hogy melyiknek volt tényleg értelme. Az első kezelés, merről beszélni fogok, azt az Alma Öxen Prime gépével végezték rajtam, és ezzel szabadultam meg a narancsbőrtől. Itt egy olyan ultrahangot használtak első körben a problémás területeken rajtam, mely koncentrikus körök helyett a kezelőfej teljes területén működik. A koncentrikus körök alatt azt kell érteni, hogy a legtöbb útrang nem a kezelőfej teljes felületén működik, hanem csak kisebb körökben, hogy szintén nagyon egyszerűen magyarázzam el nektek. Azért van szükség első lépésben ultrahangra, mert ez fellazítja a sejtmembránokat. Ugye a zsírsejteket mindig körbeveszi egy membrán, és ezeket lazítja fel, és készíti elő a következő lépésre, mely a rádiófrekvencia. A zsírsejtek nagyon-nagyon érzékenyek a nagyon melegre és a nagyon hidegre minuszokra. Ezen kezelés közben folyamatosan mérik a kezelt területek hőmérsékletét, hogy az az optimális hőmérsékleten legyen végig, és ez alapján folyamatosan állítják a gépet is, mert így bizonyosodnak meg arról, hogy a kezelésnek valóban lesz eredménye. Ebből a kezelésből háromnál már nagyon látszott az eredmény, végül négyen voltam, és annyira szépen eltüntette a narancsbőrömet, hogy azóta is alig van. Most nem fogom nektek azt mondani, hogy egyáltalán nincsen, de ezen az előtte utána fotón láthatjátok, hogy mennyire levitte akkor. Ezt egyébként a Szegi Medikálban csinálták nekem. Kérdeztétek a kezelések árát is, az az igazság, hogy ezek azért elég drága a kezelések, egy ilyen kezelés sorozat klinikától függően akár több százezer forint is lehet, és sajnos azért egy alkalomnak nem szokott még eredménye lenni, egy alkalomnak nálam sem volt még eredménye, a másodiknál egy már egy kicsit látszott, a harmadiknál már elégedett voltam, a negyediknél azt mondtam, hogy szuper. A másik kezelés, ami nagyon népszerű, és szintén próbáltam, az a Venus Legacy. Ez a kezelés három dolgot egyesít magában. Az első ilyen a multipoláris rádiófrekvencia, a második a multipoláris pulzáló elektromágneses mező, a harmadik pedig a vákum. Nekem ez nem használt, viszont ismerek olyanokat, és láttam is olyat, akiknek használt. Aztán kérdeztem egy elektrokozmetikával foglalkozó kozmetikust, hogy ez hogyan lehet. És mondta, hogy igazából mind az Alma Öxent Prime-nál, mind pedig a Vénusz Legacy kezelésnél rendkívül fontos az, hogy hogyan állítják be a gépet. Ahogy mondtam, ezt a kezelés közben is állítják, ha szükséges, és ha nem jól állítják be a gépeket, akkor nem lesz eredménye. Vénusz kezelésen nem voltam egyébként a Szegi Medikában, de azt tudom mondani, hogy az Öxent Prime-ot úgy beállították, hogy tényleg eltűnt minden narancsbőröm, náluk is van Vénusz kezelés is, és tényleg el tudom azt képzelni, hogy jó kezekben a Vénusz kezelés is rendkívül eredményes. Ez sem lesz egy alacsony ár, itt is Százezrekben kell gondolkozni, hogyha egy egész sorozatot végigcsináltok, és itt is az biztos, hogy nem lesz eredménye egy alkalomnak. A tartósága egyébként szerintem rendkívül jó ezeknek a kezeléseknek. Azt tudom mondani, hogy a narancsbőr azóta sem jött vissza rám. Azért azt elmondanám, hogy az én súlyom 50 és 55 kg között szokott mozogni, de hát nem arról van szó, hogy utána hisztok 10-20 kilót, és akkor is elvárjuk, hogy megmaradjon a kezelés eredménye. Tehát erre azért érdemes odafigyelni, de én ennél jobb eredményt nem is kíválhattam volna magamnak, mint amit az Alma primal Prime-mal elértünk. Mielőtt még egyszer valaki elmondja, hogy diét a sportmozgás, abban az időszakban, amikor elmentem erre a narancsbőr kezelésre, akkor pont, hogy egyik nap kondiztam, a másik napon intervall végeztem, és mindehez annyira egészségesen ettem, hogy még cukrot se fogyasztottam. Azóta volt olyan időszakom, hogy finoman szólva nem ettem annyira egészségesen, fogyasztottam cukros termékeket, és nem is sportoltam, mégsem jött vissza rám a narancsbőr. Nem erre akarlak titeket bíztatni, félre ne értsétek, de ezzel én teljesen meg vagyok elégedve. Ha pedig a zavaró zsírpárnáktól szeretnétek megszabadulni, akkor erre is van egy nagyon jó kezelés, az a neve, hogy kultek. Nem azt kell várni, sem a kultektől sem, akár a sokkal drasztikusabb zsírleszívástól, hogy akkor aztán lefogytok vele 20 kilót. Ezek a kezelések arra jók, hogyha van valahol egy magas zsírpárnátok, például a tokán, amihez nem kell szintén elhízottnak lenni, van, akinek csak ilyen a genetikája, vagy például a hasatokon, például az alhason nagyon gyakori nőknél, hogy van egy ilyen kis. Egy guruzseb, vagy nem tudom, hogy mondjam, vagy van, aki a derekát egy kicsit be tudja hízni. Egyébként hozzátenném, hogy ez teljesen természetes a nőkön, hogy mondjuk nem kockás a hasuk, vagy hogy van egy kis zsír itt-ott, a nőknél én azt mondom, hogy 20% alá semmiképpen nem jó, ha lemegy a testzsír százalékotok, mert nem ideális a hormonrendszernek sem illetve a 30 fölötti sem lesz már ideális. Tehát ha 20-30% között tudjátok tartani a testzsírt, az lenne a leges legjobb. A másik meg az lenne, hogyha mindenki el tudná magát fogadni úgy, ahogy van, de tekintve, hogy ez nekem sem mindig sikerül, ezért ha titeket is zavar, és jobban éreznétek magatokat nélküle, akkor ezek a kezelések tényleg tudnak segíteni. Kisebb, és kihangsúlyoznám, hogy kisebb helyi zsírpárnákra nagyon jónak tartom a kultek kezelést, ezt is próbáltam szintén. Úgy történik ez a kezelés, hogy kikeresik nektek az adott zsírpárnára megfelelő méretű fejet. Ebben a kezelőfejben egy nagyon erős vákum van, ami oda be fogja cuppantani azt a zsírfelhalmozódást. Ezután lefagyasztják mínusz 8 fokra, a zsírsejteket. Ha jól emlékszem, talán 70 perc volt, ameddig úgy kellett maradnom, hogy ez a vákum rajtam volt, és ennyi ideig le volt ott fagyasztva az összes zsírsejt, és miután leveszik a vákumot, csinálnak egy úgynevezett zsírtörő masszást. Erre azért van szükség, mert a membrán az megfagyott, és ahogyan összetörik, ott ki tud menni a az úgymond számotokra fölösleges zsír a sejt közötti térbe, ahol a nyirokmirigy majd ezt elszállítja. Ennek az eredményére körülbelül olyan 6 hetet kell várni, tehát ez nem fog csak úgy eltűnni, ezt a kezelést is meg lehet ismételni, viszont erre nem két hetente kell járni, mint a cellulit ellenes, vagy cellulit megoldó kezelésekre, hanem nagyobb szüneteket kell tartani. Egyébként ezt a kezelést is szokták rádiófrekvenciával kombinálni a nagyobb hatékonyság érdekében. Ez a kezelés is meglehetősen magas áron van, egy terület, ha jól emlékszem, olyan 100 ezer forint körül van. Sajnos, nagyon olcsó gépekkel, ahogy az előző videómban is mondtam, nem lehet nagy eredményeket elérni, ezek a gépek pedig nem tudom pontosan, de 10-20 millió forinttól indulnak, és 100 millió forintig megy az áruk. Tehát itt ezt kell megfizetnetek. A legdrasztikusabb pedig a zsírleszívás, ennek ilyenkor senki ne álljon neki, ugyanis utána 6-8 hétig kell egy kompressziós ruhában lennetek, ami ebben a 40 fokban halálos lenne, be is ödémásodhat utána a terület, szóval ilyet mindenképpen az őszi-téli időszakban ajánlok, ha valaki mindenképpen erre szánná rá magát. Itt egyszeri alkalomnak is van eredménye, az egészen biztos, viszont lehet hullámos a felülete, lehet, hogy korrekcióra van szükség, szóval ha nagyon elszántak vagytok a, lehet vele próbálkozni. Ennek is van egy továbbfejlesztett változata a Body Tight, ahol rádiófrekvenciával kombinálják, hogy feszes legyen utána a bőr, de itt is minimum két hétig kell kompressziós ruhában lenni, de hogyha nem megy olyan gyorsan le az ödéma, Nincs azonnal eredménye, itt is érdemes tovább hordani a kompressziós ruhát. A kompressziós ruhára egyébként azért van mindenképpen szükség zsírleszívás esetén, hogy visszatapassa a bőrötöket, hiszen ott a bőr és az izom közti zsírszövetet szívják ki, és ha nem hordjátok lelkiismeretesen a kompressziós ruhát, ami azt jelenti, hogy naponta 24 órában kell azt hordani, ha vécére kell mennetek, hogy itt szépen mondjam, akkor van rajtuk egy intim nyílás, tehát ezt addig lehet max levenni, amíg zuhanyoztok, semmilyen más időszakra. Erre nem ideális a nyári időszak semmiképpen. Hozzátenném, hogy egyébként rendkívül fájdalmas a zsírleszívás, úgyhogy már csak ezért is érdemes meggondolni. Ennyi lett volna mára ez a videó. Tudtok minket követni Instant Indigo néven. Elindult TikTokon a Tindigo Skincare csatornánk is ahol viccesebb formában mesélek nektek a bőrápolásról. Csatlakozzatok a Tindigo Szépségreceptek VIP klubba is, ahol egymással is tudtok beszélgetni, illetve hozzám is tudtok beküldeni posztokat, amikre én válaszolok. Ha tetszett nektek ez a videó, nyomjatok egy támzápot, iratkozatok fel a csatornánkra, és találkozunk jövő héten ugyanitt. Sziasztok!